Hétfőtől újraindulhat az élet vidéken, sok helyen pedig enyhítenek a koronavírus járvány miatt elrendelt szigorításokon. Erről szerda este beszélt Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a védekezés első szakasza lezárult, az egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére. Mivel a fertőzöttek csaknem fele budapesti, ezért a fővárosban maradnak a szigorítások, vidéken viszont lazítanak a korlátozásokon. Az üzletek, valamint a kávézók és éttermek teraszai például időkorlátozás nélkül kinyithatnak. Lánccal zárták le a miskolci étteremhez vezető lépcsőt, üres volt a terasz, csak a táblák hirdették a bisztró ajánlatát. Itt márciusban zártak be a koronavírus járvány miatt. A miniszterelnök szerdai bejelentése után azonban már hétfőn újra nyithatnak, bizonyos óvintézkedések mellett. Másfél méteres távolságot megtartva asztalonként, nagyjából négy fős asztalokat fogunk kialakítani, ezeknek megfelelően fogjuk a terítéket is külön egyenként becsomagolva kihozni a vendégek elé. Egymásra pakolva állnak a székek a kávézó teraszán. A miskolci presszó is kénytelen volt hetekig bezárni. Most alig várják, hogy újra fogadják a vendégeket. Nehezen teltek azért ezek a napok az otthonunkban. Költségek így is voltak, bevételünk ugye nem keletkezett, úgyhogy ezért mi örülünk mindenképpen az újranyitásnak, megfelelő létszámmal is tudunk újranyitni. Jókor a sárga tábla hirdeti, hogy újra kinyitott a virágüzlet, bent sorra készülnek a csokrok. A miskolci bolt 3 hétig volt zárva a járvány miatt, a héten azonban a korlátozás mellett újra nyitott. Csütörtökön viszont délután 3-kor még be kellett zárniuk. Péntektől azonban a virágboltokra sem vonatkozik már a korlátozott nyitvatartás. Természetesen már mindannyian várjuk azt, hogy meginduljon újra az élet az országban és itt Miskolcon is. Én úgy gondolom, hogy a vállalkozók szintén várják már ezt. De ne feledjük el, hogy továbbra is van kötelezettségünk. Próbáljuk megakadályozni azt, hogy a vírus terjedjen, éppen ezért az alapvető szabályokat tartsuk be, és ahogy említettem is, védjük és óvjuk azokat a csoportokat és rétegeket, amelyek fokozottan ki vannak téve a vírus veszélyeinek. Továbbá ismét kinyithatnak a szabadtéri strandok, az üzletekben és tömegközlekedési eszközökön kötelező lesz betartani a 1,5 méteres távolságot, és maszkot kell majd viselni. Az idősek védett vásárlási sávja megmarad, mindenre viszont csak vidéken kell számítani. A fővárosban a korlátozások továbbra is érvényben maradnak.